vízbontás bemutatása következik. A Hoffmann-féle vízbontó készülékbe káliumnitrát oldatot öntöttünk, és megfestettük univerzális indikátor papírral, a zöld szín jelzi a semleges kibontást. Bekapcsolom a legyenfeszültséget. Körülbelül 10 voltos feszültségre állítottam be. És ugye jól megfigyelhető, hogy elindult az áram, a katódon is, az anódon is gázfejlődés tapasztalható. Itt jobbra a katód, ezen az oldalon pedig az anód található. Most egy kicsit várni kell, amíg megfelelő mennyiségű gáz nem fejlődik. Vízbontó készülőknek a katódján a vízmolekulák redukálódnak és hidrogén fejlődik. Ezen kívül hidroxidionok is keletkeznek, ezért a katód környéke lúgosodni fog. A másik elektródon, az anódon oxigéngáz fejlődik és hidrogénionok, illetve oxigénionok keletkeznek, ezért az anód környéke pedig savasodni fog. Ezt reméljük, hogy majd kimutatja az univerzális indikátor is. Csak egy kicsit várni kell. A színváltozás már azt hiszem, hogy megfigyelhető ezen az elektródon, ugyanis a zöld színű univerzális indikátor papír sárga színűvé változott, ami a savas kimondást jelzi. Ez pedig majd elvileg hát kéknek kellene lennie, ami a rúgos kimondást jelzi. Egy picit várni is talán megképül. Azt hiszem, hogy most már ugye a színváltozás még jobban megfigyelhető. Egyértelműen ugye sárga színű, ami savas kimondás jelzés, ez talán kezd kékülni. Középen a semleges kimondás jelző zöld szín látható, illetve itt a üvegben. És azt hiszem, hogy most már itt is megfigyelhető, itt a két üvegcsőnek a végében a fejlődő gáz, amelyik a jobb oldalon, tehát a katódon kétszer akkora térfogató, mint a bal oldalon, tehát azt jelenti, hogy kétszer akkora térfogató hidrogéngáz fejlődik, mint oxigén. Egy picit még várni kell, hogy egyértelműen látszódjon.
Picit növeljük a feszültséget. Ha jól látom, akkor a hidrogéngáznak a mennyisége nem sokára eléri a 2 köbcentimétert, és nagyjából ugye 1 köbcentiméter környékén tart az oxigén. Azt hiszem, hogy most már teljesen jól látható az indikátoroknak a színváltozása. Az univerzális indikátor papír itt a katód környékén kékszínűvé változott, zöldből, itt pedig sárga színű lett. Az előbbi a rugos kémhatást jelzi, ez pedig a savas kémhatást. Tehát a katód környéke rugosodik, az anód környéke pedig savasodik. A keletkezett gázoknak a térfogata is eltér, itt a katódon kb. 2-szer akkora térfogatú hidrogéngáz fejlődött, mint oxigén. Most érte el a 2 köbcentimétert a hidrogén, és kb. 1 köbcentiméternyi oxigén található. Ez volt tehát a vízbontás.